nézőinket! Önök közéleti magazinunkat látják! 1956 hazánk történelmének egyik kiemelkedő jelentőségű esztendeje. Az 56-os forradalmi szabadságharc eseményei Mezőkövesdet is érintették. Teletné Tóth Mária hősies tettet hajtott végre, miután 17 évesen megállította a városunkon keresztül haladó szovjet tankokat. Az 56-os történésekről, a szabadságharc hatásairól Teletné Tóth Máriával és testvérével Tóth Andrással beszélgetünk. Köszöntöm Önöket! Köszönjük! Elsőként Teletné Tóth Máriához fordulnék, hogyan emlékszik vissza az 56-os októberi eseményekre. Hát akkor én értesültem arról, hogy Pesten már megy a harc, mégpedig úgy, hogy a röptéren dolgoztam telefonközpontban, és géptávíról onnan értesítettek bennünket az eseményekről. És hát nagyon szomorú voltam, mert rengeteg fiatalról számoltak be, akik már meghaltak, meg belelőtték őket a Dunába, hogy már véres a Duna vize. Ilyesmiről kaptunk híreket. És hát bizony nagyon rosszul esett, mert nekem is annyi testvérem volt, fiatal emberek is, és bizony, ha belegondol az ember, akkor nagyon fájdalmas dolog ez, hogy az igazukért harcolnak, és mégis őket végzik ki ilyen módon. András, ön még nagyon fiatal volt, mindössze egy éves volt ebben az időben, de nyilván a későbbiekben azért önre is hatást gyakorolt az 56-os események. Hogyan emlékszik vissza a történtekre, illetve hogyan élte meg az 56. októberi eseményeket? Leginkább a testvéreim, szüleim által elmondottak alapján, meg azért ugye csak növögetett az ember. Eljártunk templomba minisztrálni, és ott a sekrestyé is elég sok mindent elmondott annak idején, amit kisgyerek fejjel bevéstem a fejembe. Ezek mind megmaradtak még a mai napig is. És ahogy nőttem, én nem rejtettem vége alá egy munkahelyemen sem, hogy én nekem nem az az elvem, ami éppen van abba a percben, vagy abba az órában, abba az országban. Én teljesen más. Természetesen ezért engem semmiféle se retorzió, se munkámban visszafogás, semmi nem ért, mert a munkámat mindig tisztességgel elvégeztem. Annyi volt, hogy hetedikes koromban, mikor egy kicsit felnőttem, akkor az osztályfőnök kihívatta azokat a gyerekeket a folyosóra, akik hittanórára jártak. Csak engemet nem szólított. Hiszen tudta, hogy én velem úgyse bír, mert van egy pap a családban. És akkor próbálta őket lebeszélni a hittanról. Tehát minden áron ez a volt kommunista rendszer minden áron ki akarta űzni még a fejekből is mindenhonnét a vallást. Tehát annyira szemtelen, meg agresszív módon ügyködtek, hogy a papokat félemlítették, tehát aki olyat szólt, az megbánta. És volt egy ugrás, a fordulópont, az országnak a fordulópontja 89-90. Na, még már akkor fellélegezve, hogy na, jobbra fordul az országnak a sorsa, de 2006-ban olyan történt, amire már én is felkaptam a fejem, és azt mondtam, hogy ez így tovább nem mehet. Szerveződni kell, és el kell zavarni azt a kormányt, aki ilyet mert mondani, hogy hazudtunk reggel, délbe, este. És így beléptem az 1956-os nemzetőröknek a táborában, amely most egy körülbelül olyan 7000 tagot számlál. Visszatérve az eseményekre, Mária,
Az ön nevéhez fűződik egy olyan hűsített, amely azóta ország világ számára ismerté vált, ugyanis saját testével állította meg az orosz tankokat. Milyen indítatásból tette meg ezt a lépést? Hát ez úgy történt, hogy én egy igaz keresztény apától, anyától származom, és én nekem nagyon fájt az, hogy ez a rendszer nagyon vallásellenes, istenellenes, és az oroszok is, és a szovjetek is, hogyha bejönnek, akkor még nagyobb üldözés lesz. Ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy mikor megtudtam, hogy jönnek a tankok, előző napit nem tudtam, akkor egy gimnazista lány, orosz Gabriella, megállította a tankokat, és akkor utána szerveződtek a gimnazisták, hogy másnap, ha jön a csoport megint, akkor ők fogják megállítani. És kimentünk az utcára, erről én is tudtam, de én a másik oldalban, ugye nem voltam gimnazista, mert én akkor már dolgoztam, másik oldalból figyeltem, hogy mi lesz. Eljött egy tank, kiabáltak, köpködtek a gimnazisták, meg minden, és nem állította meg senki. Elment egy másik is. Azt sem állították meg. Hát mondom, ez már nem lehet. Hát ezek mennek fel Pestre, és ott ölik a magyar fiatalokat. Hát már kénytelen vagyok én oda menni, és akkor én oda mentem a másik oldalba, szépen oda somfordáltam a tank elé, és hogy álljon meg. Hát és hál' Istennek megállt a tank, nem gázolt rám. Egy fiatal, szőke, orosz katona kidugta a fejét a tankból, és kézzel-lábbal magyarázkodott nekem, hogy gyavocska, pasli, hogy menjek onnan. És hát percekig ott álltunk, közben édesanyámék a temetőben a nővéremmel voltak, vagy mentek. Az édesanyám látta másik oldalból ezt az esetet, úgyhogy nem tudom szegény, hogy bírta ki. És hát kénytelen voltam csak elmenni előle, mert már többiek is kiabáltak mindenki, hogy gyere el, mert lelőnek, gyere onnan, rád mennek. És akkor eljöttem nagy szomorúan, és tovább ment a tankcsoport. Nem félt attól, hogy... Nem gondoltam rá, hogy engemet megölnek. Téged pedig levittek a pincébe, olyan embernek a pincéjébe, aki 1956-ban Heves megye rendőrfőparancsnoka volt. És akkor engem... Tompa Andor személyébe. A szüleim bezártak a pincébe, mert a bátyám már akkor nemzetőr volt, a Mátyás testvérem, és hát ő is féltett, és azt mondta, anyukám, azt mondja, ezt a lányt, azt mondja, be kell zárni, mert még valamit mást is megtesz. És hát bezártak egy pár napra. És milyen érzés volt lent a pincében? Mire gondolt? Mi járt a fejében? Azt, hogy sikertelen volt nekem ez a tettem, mert csak tovább mentek, és tovább folyik a harc és a öldöklés. És ez nagyon bántott engemet. Attól nem félt esetleg, hogy a későbbiekben lehet valamilyen következménye a cselekedetének? Érdekes. Semmi következménye nem volt számomra. Én a röptéren telefonközpontban dolgoztam, ugye egy nemzetközi repülőteret építettünk, és egyszer egy mezőkövesdi ávós tiszt, meg egy rendőr, nem tudom, a parolinjáról nem tudtam leolvasni, hogy mi az, nem értettem úgy a csillagokhoz. Szóval egy rendőr és egy ávós tiszt kijöttek, és a főmérnöktől követelték, hogy engemet a telefonközpontból küldjenek el, meg egyszerűen ne alkalmazzanak. És akkor ott Holzer József volt a főmérnök, és azt mondta, hogy mi nagyon meg vagyunk vele elégedve, nem pletykás, marad.
és maradtam. De és később sem volt semmi retorzió. De azt is mondták akkor az ávósok, hogy egy az, aki megállította a tankot, igen. Meg a bátyja, meg papa. Igen, igen. Hogy, ha hogy lehet az, hogy a sógora rendőr, ezredes vagy mi volt ő? Nem tudom pontosan, tehát a Tompa András. Rendőrparancsnok volt. Igen, tehát hogy a sógora rendőrparancsnok, a bátyja, pap, ő megállította a tankot, és mégis marad. Úgyhogy hát így történt, hogy nem bántottak, hál' Istennek. Az orosz Gabriel, aki előttem állította meg a tankot, ő rögtön diszidált, mert félt a megtorlástól. Nem túl régen beszéltem vele telefonon, Kaliforniában lakik, és ő mondta, hogy ő azért ment ki, hogy félt. Én is megpróbáltam, mert mindig mentek ilyen nagy Sauer kocsik, amik ott dolgoztak nálunk a röptéren, Pestre. És hát a pestiek azzal mentek vissza a családjukhoz, akik itt dolgoztak, mérnökök, technikusok. És az egyikre én is felmentem, de a egyik mérnök úgy leteremtett, úgy leszedett onnan, hogy szó se lehet róla, hogy elmenj, és így maradtam. És ezeket a dolgokat nem igazán mondtam senkinek sem, még ezeket a szempontokat, hogy milyen szempontokból állítottam meg én akkor a tankokat, azokat sem. Csak most mondom el, mert hát a gyerekeimet se akartam olyan helyzetbe hozni, hogy valamit kikotyogjanak rólam. Úgyhogy a munkatársaim, végül a kismotorban dolgoztam, onnan jöttem nyugdíjba, és a munkatársaim se tudták, és amikor megjelent az újság 90-es évek elején, akkor volt, aki felhívott, és azt mondja, velünk dolgoztál, és semmit nem tudtunk erről, a hőstettedről, és gratuláltak, és még valamelyik hónapban is egy idősebb asszony elővette azt az újságot, amit akkor a Laboda Kálmán írt rólam. Azt mondja, itt rejtegettem, de odaadom neked, neked vannak gyerekeid, unokáid, azt mondja, inkább add oda, mert én már lehet, hogy nem sokára meghalok, és hát így visszaadta egyik újság cikket. András, amikor fiatalon meghallotta ezt a történetet, mert hogy a nővére a tankok elé járt, akkor milyen érzést váltott ki ebből? Hát talán egyetértek abba vele, hogy mélységes felháborodás, hogy a vallás ellen, meg maga az emberiség ellen ennyire volt ez a rendszer. Ott megnyikkanni, megmozdulni nem lehetett. De mint ahogy elmondtam az előzőekben is, engem, hál' Istennek a munkámat elvégeztem tisztességgel, semmiféle retorzió úgymond nem ért. Jó lehet, hogy most is van olyan nekem a birtokomban, hogy megfigyeltek. Tehát ez kész tény. Ugyanis csak egy egyszerű példa, és akkor mindenki meg tudja, hogy a személy száma után mi az a négy szám? Hogy minek kell az a négy szám? Hát be vannak számozva az emberek, mint a marháknak a fülükben, benne van a csiptető, szó szerint, hogy tudják, hogy ki hova van besorolva, kitől mit várhatnak el. De ezek az emberek, akik akkor voltak a hatalmon, ezek akarják birtokolni most a Kossuth címet, amire akkor lőttek. És ezt határozottan, és ezt kérném is, hogy megjelenjen, mert határozottan tiltakozunk ellene, és nem adjuk a Kossuth címet oda. Lehet az akármilyen párt, lehet a Ludas Matyi pártja, lehet bárki, senki nem fogja megkapni. Ezt a nemzetőrök biztos, hogy nem fogják engedni. És a kormányt is rá kell kényszeríteni, a mostani kormányt, hogy igenis, tessék,
jogba foglalni, hogy ez utód pártnak nem adható, nem használhatják. Használják a vörös csillagot, a homlokukon mehetnek azzal az utcán, és kész. Mária, most felnőtt fejjel, hogyha visszagondol, megtette volna ugyanezt a lépést, amit 1950-ben? Meg. És annak tudatában is esetleg, hogyha később lett volna ebből valamilyen hátránya, vagy származott volna valamilyen hátránya? Hát talán igen. Nagyon szerettem volna azt, hogyha valamit tehetek azért, hogy ne kerüljön sor erre nagy öldöklésre, ami volt. De hát így alakult, hogy mást nem tehettem. Andrásen, hogy tekint a nővérére ezek után, amit tett a hazáért? Felemelő, nagyon jó érzés, hogy volt a családunkban ilyen. Volt a 10 testvér mellett még egy, aki ezt megmerte tenni. De visszatérve az előző beszélgetésünkre, én is, mikor beléptem a nemzetőrségbe, én nem azért léptem be, hogy én csak ott szédelegjek egy tagként, hanem azért, hogy részt tudjak venni olyan munkálatokba, ha ezt így lehet mondani, mint például Mindszenty bíboros, ahol fogva tartották az almási kastélyba, Felsőpeténybe. És ott egy díszőrséget kellett állni a Magyar Honvédséggel együtt, meg sok más helyen. Felnövekvő generáció értse már meg ennek az értelmét, hogy mi is volt 56. A szószoros értelmébe, hogy miért harcoltak akkor az emberek az igazságukért. A testvére, illetve a testvéreinek a tettei mennyiben befolyásolták önt abban, hogy 1956-ot ennyire mélyen átélje? Hát leginkább a pap testvérem, ugye, mert őt piszkálták a legjobban, és azért a gyerekbe beivódik minden. Mert 58-ban felszentelték, 59-ben volt az első választás, neki szóltak, hogy menni kellene választani, nem ment el. Elmentek érte? Akkor sem ment el. Elmentek még egyszer? Akkor sem ment el. És már akkor felkerült a listára, és aztán a bírósági tárgyalások, meg stb. Úgyhogy ez bosszantott azért kicsit, piszkálja a fejemet még most is. Hogy mik történtek akkor meg? Mária, 56 évvel vagyunk pontosan ebben az esztendőben, 1956 után. Most milyen érzéseket kelt önben? Milyen érzéseket keltenek az akkori események? Eltompult esetleg az érzés, vagy ugyan Nem tompult el, és örülök neki annak, hogy nem felejtették el a városban sem. Megemlékeznek rólam, és a kitüntetéseket is nagyon örömmel fogadtam, és örül a családom is ezeknek. Említette, hogy jó néhányan felhívták telefonon korábban, amikor megtudták, hogy milyen tettet hajtott végre. Azóta tisztában vannak-e az emberek, akár a lakortársai, akár ismerősei azzal, hogy milyen nagyszerű cselekedetet hajtott végre, és milyen ismeréseket? Igen, még most is kaptam egy olyan üzenetet, hogy ugyan mutassák már meg nekem azt a Tóth Máriát, aki a tankot megállította. Egy illető üzent nekem. Hát még nem találkoztam vele, de majd sorra kerítem. Többen gratuláltak, nagyon sokan. És hát jól eső érzés nekem is, megmondom őszintén. A kitüntetéseknek is örülök, ez nagyon komoly ez a jelvény, amit kaptam. Ez az 56-os nagy kereszt jelvény.
És hát megmarad a családomnak emlékül minden. Most pedig az 56-os. Meg az 56-os jubileumi emlék érem. Tulajdonosa lettél. Úgyhogy hát amikor Mezőkövesden volt egy nemzetőrgyűlés a Zoli bácsival, akkor ő felfigyelt erre az újságcikkre, amit írtak rólam, és akkor én is beléptem a nemzetőrök közé. De tulajdonképpen nem akkor lettem nemzetőr, hanem amikor a tank elé álltam. Így gondolom. Így utólag nyilván nagyon sokat gondolkodott az eseményeken, a történéseken. Van esetleg, amit másként tett volna akkor, amikor úgy döntött, hogy odaáll a tankok elé? Nem. Csak azt sajnálom, hogy nem álltak meg, és nem fordíthattam vissza őket. Hát ahhoz kicsi voltam. És kevés. Puszta testemmel, minden nélkül. Még csak egy benzines palack se volt nálam semmi. Tehát azt mondom, hogy ez is növeli a tettének az értékét, hiszen nagyon kevesen lettek volna, ilyen senki nem volt olyan kívül, aki képes lett volna, hogy kiálljon a tankok elé, és megpróbálja valahogy megállítani, ha csak néhány másodperci is legalább feltartóztatni. Az nagyon rosszul esett, és tulajdonképpen amiatt is döntöttem így, hogy az a sok gimnazista végül is azért mentem ki oda az utcára, hogy majd én látom, hogy ők megállítják. És nem merték. És már én már nagyon féltem, hogy már elmegy majd mindegyik, és nem merik. És a harmadik jött, akkor már nem bírtam, és akkor én mentem ki elé. András, a közelmúltban Vitézi emlékérmet lehetett átülni és felelősséggel. Mit jelent az ön számára ez a kitüntetés? Hát ez egy nagyon komoly kitüntetés. A Erdélytől kezdve a külhoni magyaroknak, tehát akit Vitézé felavattak, a külhonból, annak a fele külhonból jött. De természetesen van benne belgyógyász főorvosa szemmel vezve, meg stb. Hát szóval nem egyszerű emberkék vannak csak ott, így értve. Visszatérve a 56-os gondolatmenetre, tehát egész életem meghatározója azért volt, mert kiskoromtól ugye Tompa Andort bezárták a börtönbe, ahol mi a pincébe voltunk kisgyerekként. De amikor 3-4 éves voltam, akkor mindig mondta édesanyám, már volt egy tehén, és azt mondja, vigyetek már galamboséknak, tompaéknak is egy fél liter tejet, mert ott is gyerek volt, két gyerek. Mi édesanyánk olyan volt, hogy hiába olyan sokan voltunk testvérek, de még a kis cigány gyerekeket is leültette a küszöbre, és egy tányérlevessel megkínálta őket. Tényleg megbeültette az asztalhoz? Nagyon jó asszony volt, és hát édesapám is egy, mondhatni, szakma nélkül ilyen családot felnevelni becsületesen. És emlékszem rá, hogy az édesapám Mezőkövestől Szent Istvánig elvállalta az árok lekaszálását és forgatását, begyűjtését, azért, hogy az édesanyámnak az első mosógépet meg tudja venni. Úgyhogy 63-64-ben. Igen, mert addig teknőben mostunk. Itt hagyj vágjak közben egy picit, ennek volt egy olyan fonákja, vagy van, hogy az Imre bátyám akkor volt katona itt a röptéren. És az ő parancsnoka, mikor meglátta az apámat, hogy az árkot vágja, akkor azt mondta, hogy
szólja édesapádnak, hogy a kényszer leszálló pályát, ami Lucernával volt beültetve, odaadom neki, csak vágja le. Na és akkor ebből, ennek az árából lett a megvéve az én anyámnak a mosógép. Így ennyi idő elteltével, hogyha szóba kerül a családon belül 1956, akkor milyen élményekről mesélnek egymásnak, egyáltalán hogyan zajlik le egy ilyen beszélgetés családon belül? Hát felidézzük az eseményeket is, amik történtek akkor, mert ugye nem csak ez a tank megállítás volt, hanem ugye a templom torony lelövése, és azt végignéztük, mert ott laktunk a Lilium utca elején, és onnan végig láttuk, hogy roskad. Ledül, roskad össze, és a nagy porfelhő, és minden. Úgyhogy sok minden történt, nem csak tényleg ez a tank megállítás, ami eszembe van. Volt, hogy egy tank a csövével befordult az utcánkba, és hát féltünk, hogy ott a házakat is letarolja, vagy nem tudom. Úgyhogy sok rettegés volt. Maga a megemlékezés 1956-ra, amelyet sokan gondolom, úgy gondolom, hogy tévesen ünneplésként, ünnepként neveznek, holott azt gondolom, hogy egy ilyen eseményt ünnepként azért nem lehet tisztelni, ha csak maga az eszmeisége az mindenképpen méltó erre, de az események azok talán nem. A családban hogyan emlékeznek meg 1956-ról? Hogyan töltötték például az október 23-át? Mi koszorúzással természetesen ők, én díszőségállással. Hát ez minden évben ez van. És hát emlékezünk azokra, akik ott ki is vannak írva azon a megemlékező szobor, roncs, templom torony alatt. És az is nagyon nagy megrázkódtatás volt gyerekfejjel, hogy a mennyasszony és a vőlegényt úgy vitték ki a halottas házba, akiket lelőttek akkor, és az olyan rettenetes volt látni, mert ott vitték el a mi utcánk előtt őket, és hát ezek mind olyan szomorú események voltak. Magyar történelemben 1956-ot úgy is szokták említeni, hogy az utolsó olyan eseménye a magyarságnak, amikor képes volt összefogni az ország lakossága egy bizonyos cél, azaz a szabadság érdekében. Mert mit tapasztalt akkor? Érezte ezt a hatalmas elszántságot és összefogást? Igen, ez egy olyan, szinte abban az időben szinte lehetetlen volt elképzelni ezt az ellenállást. Mert ugye olyan erős volt a kommunizmus, meg a párt, meg minden, hogy hát valósággal úgy gondoltuk, hogy mindenki félti a bőrét, és éppen ezért ez a nagy összefogás valami nagyon nagy volt a szemünkbe. És hát együtt éreztünk azokkal az emberekkel, akik képesek voltak meghalni sokan a hazáért. Na pont ezzel kapcsolatosan, ismét visszatérve a címerre, ezt a beszélgetést, amit most mi itt tartunk, nagyon várják Budapesten a főparancsnok, hogy továbbítani tudja a minisztérium, illetve az illetékes szakhatóság, már így mondva, a honvédelmi tárca, meg ide, meg oda. Tehát ő ezt rögtön továbbítani fogja, és megkért rá, hogy az a nyomban milyen megjelenik, az újságból legalább 4 példányt küldjek, hogy ő is tudjon tovább küldeni. Hát én megígértem, hogy ezt megteszem természetesen, ezen nem fog múlni. És végezetül, hogy 1956-ról utólag nagyon sokféle meghallgatást, illetve elszámolást, üzenetet hallhatunk, ami mi az, ki hogy látja, mit jelent 1956 a jövő nemzedékének.
a számára. Önök hogyan látják, akik azért benne voltak az eseményekben, aktívan vagy valamelyest passzívan, mi az, amit kell, hogy jelentsen a jövő nemzedékének 1956. október eseményei? Főleg az összefogást. Azt, hogyha akármi ilyen esemény van, amit az igazság ellen vétenek a vezetők, hogy legyen összefogás. Ne azért menjenek ki külföldre, hogy rossz itt megélni, nem lehet megélni, hanem csak tanulni. Ne dolgozni, munkát tisztességesen. Nem tudom, elmondhatom-e azt, hogy mikor a fiam, legidősebb fiam, első áldozó volt, a tanára kihívta azokat, akik első áldozók voltak tegnap, mert ez hétfőn volt. És mondom, és kisfiam, azt mondja, hát én nem mentem ki. Hát mondom, miért? Megtagadtad a hitedet? Azt mondja, anyukám, a tanárbácsinak ehhez semmi köze. Úgyhogy anyuka meglepődött azon, hogy ilyen öntudatos ez a fiú, kis másodikos léttére. Hogy látja, mennyire élik meg jól ma a fiatalok mai kor emberei 56 szellemiséget? Mennyire érzik el a fontosságát, jelentőségét? Egyre többen tanúsítanak érdeklődést 56 esemény, vagyis hát a forradalommal kapcsolatban. Egyre többen. Az én gyerekeim is most már, hogy beszélhetünk róla egy ideje, hát igen. Van esetleg olyan irodalmi alkotás, amit tudna ajánlani, javasolni azoknak, akik szeretnének mélyebben megismerkedni az akkori eseményekkel, és hitelesen informálódhatnak a történtekről, akár versek formájában, amely lelkileg megérint. Főparancsnok Demeter Zoltán bátyja 56-ba ment ki Amerikába, és az a könyvnek a címe, hogy a Hit apostola. Demeter Tibor püspök életútja. Ő szépen itt megfogalmazza, hogy mióta kiment ő Amerikába, ez a emlékére állított szobor, mondhatni, és akkor itt pedig felsorolja, hogy évekre lebontva, hogy miket épített fel, szegény házaktól kezdve, templomokig, és a 1990-ben pedig a Kossuth szobrot adta át a Kapitóliumnak az épületében, október 15-én. Úgyhogy egész életében dolgozott, fáradozott, tehát ezeket, hogyha, és rengeteg, természetesen rengeteg verset írt, hogy szeretni, a szeretet címszóval, vagy vagyok, süllyedek, szent dolgok, és az öregek kórházában, stb. Van itt vagy 40-50 vers, ami csak 56-ról szól, tehát bele szőve a versekbe. Hát ennyit esetleg, hogyha ez itt van nálam, ha a fiatalok, akik belépnek hozzánk a szervezetbe, bármikor kézbe vehetik át, olvashatják. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást. Mi is köszönjük szépen. Harmadik meghívott vendégünk, dr. Vitéz Kürti Anna Erzsébet, nem tudott részt venni a beszélgetésen, de egy levelet eljuttatott szerkesztőségünkbe. Kérem, műsorunk zárásaként hallgassák meg az 1956-ról megfogalmazott gondolatait. Mikor és miért lettem nemzetőr? Az 50. évforduló előtt párom azzal jött haza, hogy belép a nemzetőrségbe. Gondolkodás nélkül azt mondtam, én is vele tartok, mikor láttam az elszántságát és a lelkesedését.
Valójában nem tudtam, mire vállalkozom, de hamarosan kiderült, hogy az 56-os eszméket kell továbbvinnünk, és az akkori hősöknek kell örök emléket állítanunk. Ami akkor itt történt, reményt adott emberek millióinak, és biztos vagyok benne, hogy ez segített abban, hogy meg tudjuk változtatni a világot. Az eseményekről nem tudok mesélni, hiszen én 1956-ban születtem, de élnek még közöttünk olyan emberek, akik megélték ezeket a napokat, őket kell kérdezni, meséljék el, mi is volt a valóság. A forradalom tabu téma volt, nem nagyon mertek róla mesélni az én gyerekkoromban, de talán még ma sem tanítják az iskolákban. Kérdezzék meg ezeket a csodálatos embereket, mert akiket én ismerek, igen csodálatos emberek, sokat tanulok tőlük. Bátrak voltak, kiálltak az igazukért, még akkor is, ha évekre bebörtönözték őket. Mások a legdrágábbat, az életüket adták az 56-os eszmékért. Nem szabad közönyösnek lennünk. Nekik is köszönhetjük, hogy az álmok valóra váltak. Nem kívánok más, csak azt, hogy békében egymás megbecsülésével éljünk-e hazában, és hogy gyermekeink csak tanulás céljából menjenek külhomba. Vitéz dr. Kürti Erzsébet Anna.